A hagyományokhoz híven a megyeháza díszterme adott otthont az ünnepségnek. A 2015-2016-os szezonnak 137 csapat vágott neki. 9 együttes ugyan menet közben visszalépett, de a létszámot tekintve Pest megye után Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén mellett a harmadik legnagyobbnak számít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet az országban. Szám szerint 23 bajnokságunk volt, 137 csapat részvételével, amivel, ahogy említettem, kiemelkedtünk a mezőnyből, sőt, hogyha ide számoljuk a téli tornáinkat, futszár utánpótlás tornákat, akkor sokkal több bajnokságról, tornáról beszélhetek, mint 23. Nem volt egy unalmas évünk, nagyon mozgalmas volt, viszont szerencsére a különösebb problémák, gondok balhéktól mentes, és ennek nagyon örülök, azért a sportszerűség volt a jellemző erre az esztendőre, bízok benne, hogy ez megmarad a következőkben is. A Gyulaháza tavaly ősszel újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak. Bár szezon közben akadtak gondjaik, végül sikerült megkapaszkodni a csapatnak a megye egyben. Különösen az ősz volt egy játékba egy sokkal gyengébb. Ekkor beleszaladtunk nagy pofonokba, amit egyszerűen szégyeltünk el, olyan szintű volt a pofon. Tavasszal már sokkal, de sokkal jobban játszottunk, szinte minden csapattal pariba voltunk. Bár ez az eredményeinken nem látszott. Tehát én bízom benne, hogy most, hogy megragadtunk az első osztályba, most már azok a labdák, amelyek a kapufáról kifele pattantak, most reméljük már befele fognak, és annyi rutint szereztünk ismételten az első osztály mezőnyébe, hogy előrébb fogunk tudni lépni. A megyei díjátadóval elméletileg véget ért a 2015-2016-os szezon, az Ibrány azonban 3-0-ás hátrányból még pályára lép szombaton a Kaposvár ellen az NB3-as osztályozó visszavágóján. Az új szezonra július 1-ig nevezhetnek a megyei csapatok.